Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Batonatán. Ez a Világnézet, a Hitrádió világnézet formáló műsora, szemlélet formáló műsora. A mai adásban pedig a Két a tér című könyvet fogjuk elemezni. Ez az MCC Press gondozásában jelent meg. Szájfó Omar, Marsai Viktor és Veres Kristóf György gondozásában. Ugye ez az európai nógózónákról no és az európai migrációról szól. A stúdióban köszöntöm Szájfó a migrációkutató Migrációkutatóintézet kutatási vezetőjét. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Amikor ezt, ti ezt a könyvet elkezdtétek megírni, akkor mi volt a mögöttes motiváció? 2016. szeptemberében a magyar kormány, ha még emlékszünk rá, egy térképet tett közzé, amiben megjelölte, hogy különböző nyugat-európai országokban összesen több száz nógózóna van, tehát olyan bevándorlók lakta környék, ahol a, a hatóságok gyakorlatilag nem uralja a helyzetnek. Akkor számos nyugat-európai kormány felháborodott ezen, szinte minden érintett ország nagykövetsége tiltakozott, mondván náluk nincsenek ilyen nógózónák. Ami akkor itt történt Magyarországon, az annyi volt, hogy megérkezett az a vita Magyarországra is, ami azért nyugat-európai kontextusban már régóta zajlott, hiszen a különböző bevándorlás kritikus erők már nagyon régóta kongatják a vészharangot, hogy kialakultak olyan városi zárványok, hol belvárosban, hol külvárosban, ahol nem érvényesülnek már a többségi társadalomnak a normái. És ez volt alapvetően a kiindulási pontunk, szerettük volna megnézni, hogy mi igaz ebből. Tehát tényleg vannak-e nógózónák Nyugat-Európában, vagy pedig ez egy, vagy, vagy ez egy áll probléma, hogy sokan nevezni szokták. Akkor térjünk ki az eredetre. Ugye ahhoz, hogy kialakuljanak nógózónák, nyilván kell egy bevándorlás. Milyen különböző bevándorlási módok léteznek Európában? Európa irányába. Hát a nógózónak no nem még azért érdemes talán a, fogalomnál, tisztá, a fogalmaknál tisztába tenni, hogy tény és való, hogy eredeti jelentésében nincs nógózóna no Európában. Eredeti európai jelentésben a nógózóna no az az ész Észak-Írországi polgárháborús kontextusban keletkezett, és a brit hatóságok azokat a területeket nevezték nógózónának, no ahol már nem, nem léphettek be, mert különböző ellenséges milíciák uralták ezt a területet. Ilyen területek nincsenek Európában. Számos olyan környék van viszont, ahol tény és való Való, hogy már nem a többségi társadalomnak a szabályai, ha úgy tetszik, törvényei érvényesülnek, ahol a rendőrség különböző protoko eltérő protokollal próbálja végezni a dolgát, amikor ott oda be kell menni, ahol a hatóságok nem látják át jól a belső viszonyokat, és ezt így folytathatnánk. Hogy ezek hogyan alakultak ki annak eltérő mintázatai voltak, és ezek az eltérő mintázatok máig meghatározzák a profilját ezeknek a környékeknek, hiszen. Számos profil van. Tehát itt egy németországi bevándorlók lakta terület, teljesen más, mint egy franciaországi, teljesen más, mint egy brit. Kezdjük akkor a brittel. Tehát a briteknél egyszerű volt aránylag a helyzet, tehát már a, egyrészt a kereskedelmi hálózatok révén, már a 20. század elején, 19. század végén is kialakultak ilyen úgynevezett ethnic neighborhoodok, -ok, ami azt jelenti, hogy különböző országoknak a lakói általában egy-egy szomszédságban telepettek meg, ahol a saját szabályaik szerint éltek legalábbis addig, amíg ez nem zavarta a többségi társadalmat. Nagy-Britanniában a gyarmatok felbomlása után is alapvetően a láncmigráció volt jellemző, ami azt jelentette, hogyha én megérkezett mondjuk egy indiai, egy jamaikai, akkor és utána jött a, ezek a családtagok, rokonok, ismerősök, ezért aránylag homogének lettek ezek a területek. Tehát Nagy-Britanniában, Londonban, Bradfordban, bármely brit városban találkozunk, aránylag homogén jamaikai, homogén pakisztáni, aránylag homogén bangladesi, indiai környékekkel. Franciaországban ez máshogy nézett ki. Franciaország szintén volt gyarmattartó ország volt, ott a hatóságok gyakorlatilag külön számukra képített városrészekben telepítették meg, ezek külvárosok jellemzően, a bevándorlókat. Ott a hatóságok arra odafigyeltek, hogy ne alakuljanak ki ilyen törvények részben azért is, mert a francia integrációs modell az nem olyan, mint a brit multikulturalizmus. A francia országban az asszimilációra törekednek, ami azt jelentette, hogy egymás mellé költöztettek mindenkit. A szenegáli mellé került, aki Maliból jött, Marokkóból, Algériából, így nem alakultak ki etnikailag zártabb tömbök. Németországban megint picivel másabb a helyzet, vagy mondjuk Belgiumban, ott azt látjuk, hogy különböző munkaerő kölcsönzési szerződések révén érkeztek különböző kibocsátó országokból emberek, ott jellemzően az olcsó munkás környékeken telepettek meg, ezek inkább belvárosok, mint külvárosok, bár van mindegyikre példa ezekben az országokban, és ott Szintén attól függően, hogy hogyan kit telepítettek le, viszony, hát vegyesebbek ezek a tömbök. Tehát gyakorlatilag a görögöket ugyanoda telepítették vendégmunkásokként, mint a jugoszlávokat, mint a törököket. Az más kérdés, hogy az egyik csoport, míg a törökök Németország esetében nagyobb számmal voltak jelen, tehát jobban dominálták ezeket a területeket. Azóta pedig azt látjuk, hogy mindenhol ezek a környékek azok, amik olcsó lakhatást kínálnak, tehát a frissen érkező bevándorlók, jellemzően gazdasági okokból, hiszen ott olcsóban tudnak albérlethez jutni, másrészt pedig kulturális okokból, hiszen ott mégiscsak, ha nem is pontosan a saját népük között vannak, de valamelyest ismerősebb közegre találnak, mint a többségi társadalom által lakott területbe, tehát a friss bevándorlók is ezekre a környékekre áramlanak. Miben különbözik mondjuk egy néhai hős utca, ugye azért voltak atrocitások mind a rendőrökkel, mind a többségi társadalomban. Mondjuk egy, ugye ez a Hős utca különbözik mondjuk egy Göteborgi vagy egy Márszelji nógózónától. No hát a méretekben mindenképpen, tehát a Hős utca azért egy aránylag kicsi terület volt, a többi azok nagyobbak. Számos dologban hasonlít és számos dologban különbözik. Tehát mint ahogy egyébként a Hős utcának is rossz híre volt, a Hős utca nem volt egy olyan zóna, ahol a rendőrök ne léphettek volna be, vagy ahol egy egyszerű járókelő ne sétálhatott volna el, viszont egy olyan zóna volt, ahol az egyszerű járókelő rosszul érezte magát, mert egyszerűen nem ehhez a társadalmi közeghez szokott. Nagyon hasonló a helyzet Nyugat-Európában is, hogy nem feltétlenül veszélyesek ezek a környékek. De a szubjektív biztonságérzete az sok esetben rossz az embernek. Tehát ha például te egy szakállas fiatalemberként ott végig sétálsz, valószínűleg nem fogod magad diszkomfortosan érezni, viszont hogyha lenne egy kipa a fejeden, vagy mondjuk egy törékeny hölgy lennél, akkor valószínűleg a szubjektív biztonságérzeted rosszabb lesz. És az is persze, mint ahogy Magyarországon is az eféle környékeken a rendőrség más protokolt követ, ezeken a környékeken Nyugat-Európában is más protokolt követnek. Elmondtad, hogy azért sokféleképpen érkezhettek ezek a tömök, ezek a migránsok menekültek, vagy éppen munkaerők Európában. Milyen hatással van ez a többségében azért muszlim ö, tömb ö, a lakosság, illetve a társadalomnak az életére? Itt nem minden esetben többségben muszlim. Tehát a tény és való, hogy nagyon sok muszlim van közöttük, adott országokban nagyobbi számban is vannak a muszlimok, viszont ezeknek a környéknek, ez a környékeknek a profilját nem általában az iszlám határozza meg, hanem az adott etnikai csoportnak a kultúrája, illetve az adott csoportnak az Európában hibridizálódott kevert kultúrája. Tehát ha megnézünk egy németországi kurdok által lakott, törökök kurdok által lakott területet, akkor az nem feltétlenül lesz hasonlatos egy brit pakisztániak által lakott környékhez, vagy egy svédországban, egy szomáliak lakott a környékekhez, mert itt különböző kultúrákról beszélünk, még akkor is, hogyha a vallás elméletileg ugyanaz. Ö, az ugyanakkor tény és való, hogy az integrációnál, az integráció problémáira az iszlám az egy extra rétegként rakódik rá, tehát az integráció problémája azért jellemzően kulturális, társadalmi osztály, ö, Hozzá kapcsolódnak, az iszlám pedig az egy olyan extra réteg, ami megnehezíti az integrációt, és adott esetben láttuk azt, hogy ezeknek a bevándorlók lakta környékeknek az általános társadalmi problémái, ami ugyanúgy érinti a, a, a gánai keresztényt Franciaországban, mint, a, mint az algériai muszlimot, ezek. A Egyes muszlimok esetében például a terrorizmusnak az előszobáit jelentik, hiszen az a fajta vélt vagy valós társadalmi igazságtalanság, szociálisan hátrányos helyzet, az annál, aki muszlim, eredményezhet egy olyan irányú radikalizációt, vagy vallási alapon is megfogalmazott kívülállást. De a kívülállás érzete az megfogalmazódhat etnikai alapon, vagy nemzetiségi alapon, vagy egyéb más alapokon is. Mi azok annak, hogy a bevándorlók nem képesek Beilleszkini többségében, azért a többségi társadalomban, ugye, hogy a könyvben mik a visszahúzó erők, de azért kicsit az ártatlanság miatt nagyjából milyen arányban képesek egyébként beilleszkedni a társadalomba? Ha általánosságban kell beszélnünk, akkor Megállja, mondhatjuk a helyét azt, hogy a bevándorlókkal van probléma. Ugyanakkor, ha picit közelebbről nézzük a problémát, akkor azt látjuk, hogy nem feltétlenül minden bevándorlóval van probléma. Tehát gondoljunk arra, és itt akár a vallást is behozhatjuk ebbe a kérdéskörbe. Tehát Hollandiában például, a, ha megnézzük, a lakosságnak kb. 2%-a indonéz, az indonézek muszlimok, mégsem nagyon hallunk az integrációs problémájukról. A lakosságnak szűken két és fél százalék a marokkó, illetve szűken két és fél százalék a szurinámi, egyik muszlim, másik keresztény, mind a kettőnél hallunk integrációs problémákat. És ha jól tudom, ugye például Gert Wilders és egy indonész származású úriemberek politikus. A nagymamája, igen, a nagymamája indonéz volt. Tehát azt látjuk, hogy ez nagyon összetett, és azon múlik elsősorban, hogy mikor, milyen történelmi időszakban, milyen or kibocsátó országból, milyen társadalmi státuszú emberek érkeztek? Tehát talán már a te beszéltünk az Európában élő irániakról, akiknél szintén nem nagyon hallunk a problémákat az integrációjukról, Németországban pedig vannak 300 ezeren, azért, mert egyszerűen Iránból az a mondhatjuk úgy, hogy leegyszerűsítve nyugatos réteg érkezett, aki az iszlám rezsim elől menekült gyakorlatilag, és noha ők egy Európán kívüli közösséget alkottak, eleve mivel a társadalomnak a magasabb státuszú rétegeit képviselték, könnyebben integrálódtak, mint egy egyszerű olyan bevándorló, mondjuk Marokkóból Hollandiába, akit konkrétan mondjuk egy berber faluból, berber hegyekből érkezett, és sok esetben egyébként még a marokkói állam is azoknak a problémás berbereknek a kivándorlását támogatta azért, hogy ne jelentsenek politikai és társadalmi kockázatot Marokkóban. Tehát más csoportokról beszélünk, és természetesen ezek a különböző csoportok Európában is más módon integrálódnak, vagy éppen nem integrálódnak. Magyarországon ez a nemzetiségi bevándorló kérdés a az 1800-as évek elején től egészen az 1900-as évek elejéig, ugye ez a nemzetiségi kérdés volt, ami hasonló lehet, mint most nyugaton. Ugye nálunk az 1907-es hogy úgy határozott lényegben mindenhol magyar a kötelező nyelv, minden oktatási intézményben. Tehát a magyarok úgy próbálták ezt a problémát kezelni, hogy az oktatás révén ezeket a más nemzetiségű, más kultúrai, adott esetben más kultúrai embereket a nyelv és az oktatás révén magyarra próbálták tenni. Milyen eszközök vannak a nyugati államok kezébe, vagy mikkel próbálkoznak, hogy ezeket a más kulturális hátterű embereket beilleszték a társadalmukba? Minden országban más a nemzetmodell, és más a nemzethez társuló tartalom. Tehát a brit nemzeti identitás soha nem függött az etnikumtól, a vallástól, hiszen brit volt a skót, az ír, a velszi, az angol. Ilyen módon brit lehetett az indiai, a pakisztánia és a, a, a gyarmatnak valamennyi valamennyi lakója, vagy arra a birodalom valamennyi lakója. Németországban ez máshogy nézett ki, hiszen ott mindig is valamelyest kötődött az etnikumhoz a németség, a franciáknál pedig már a francia államiság egyfajta, is egyfajta nyelvi alapú asszimilációs modellen alapult, tehát ott megint csak máshogy álltak -e ez a kérdéshez. Éppen ezért más módon is zajlott az integrációja ezeknek az embereknek. Általánosságban, ha a nyelvről van szó, elmondhatjuk, hogy a ez is csak máshogy zajlott, hiszen a például azokon az országokban, ahonnan gyarmati, gyarmatokról érkeztek, mondjuk Franciaország esetén jellemzően beszéltek már franciául ezek az emberek, még akkor is, hogyha az ő francia akcentusuk egy olyan akcentus volt, ami megakadályozta az ő társadalmi előrelépésüket, hiszen az akcentus alapján azért vannak sztereotípiák Magyarországon is, és nem mindegy, hogy ki hogyan lép be, vagy próbál belépni egy munkahelyre, vagy egy oktatási intézménybe. Németország esetében ez máshogy néz ki. Kezdetekben nem is feltétlenül, amíg voltak törekvések arra, hogy nyelvileg integrálják a vendégmunkásokat, mert úgy gondolták, hogy haza fognak menni. Majd amikor kiderült, hogy nem fognak haza menni a vendégmunkások, illetve a gyarmatlakók sem, akkor természetesen mondhatjuk, hogy szinte minden európai ország elkezdett forrásokat ölni a gyerekeknek az oktatásába, ami itt problémaként jelenik meg, hogy itt jellemzően azért munkásosztálybeli családokról van szó, jellemzően idegen kultúrájú munkásosztálybeli családokról, ahol adott esetben az édesanyja az nem is végzett iskolát, az édesapa mondjuk dolgozik, tehát a gyerekek nem, eleve hátrányos helyzetből indulnak, nem kapják meg azt a segítséget otthon, és nem kapják meg azt a nyelvi alapot sem, ami aztán kellőképpen elegendő lenne ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek az iskolákban a többségi társadalom tagjaihoz képest. Ha pedig itt nem teljesítenek jól, akkor a későbbiekben a továbbtanulásban, a munkahelyeken ésben sem tudnak olyan szinten jól teljesíteni, olyan munkahelyekre kerülnek, olyan, olyan, olyan szegmensekben találnak munkát, szolgáltatóiparban például, amelyek ki vannak téve a gazdasági válságoknak, tehát hamarabb elveszítik a munkájukat, és ezek mind olyan problémahalmazokat generálnak ezeken a környékeken, ahol ők laknak, ami a későbbiekben egyéb problémákat is eredményezni fog. Ugye a könyvetekben megalapítottátok, hogy a bevándorlókból, illetve a bevándorlók leszármazottaiból kikerülő gyermekek, akik később politikussá cseperednek, ők leginkább a baloldalon helyezkednek el, baloldali zöld pártokban politizálnak. Ezt hogyan összeegyeztethető mondjuk azzal a kulturális vallási háttérrel, amit ők hoznak mondjuk az iszlámból? Tehát azért mondjuk egy mai balliberális politikus nehezen összeegyeztethető egy iráni vezetővel, például vagy politikussal. Igen, azt látjuk, hogy itt megint csak különböző profilok vannak. Tehát azért kis számban ugyan, de vannak olyan bevándorló, gyökerű emberek Nyugat-Európában, akik a konzervatív elők erőkhöz húznak. Ez már az integrációnak egy nagyon erős fokát jelenti. De hagyományosan az, való is, az valóban igaz, hogy a baloldali pártok, mozgalmak, a szakszervezetek révén például, hiszen mégis itt munkásokról van szó, jellemzően ők voltak azok, akik valamilyen módon politikailag megszólították a bevándorlókat, és ők voltak azok igazából, akik a későbbiekben segítették a családegyesítéseket, vagy adott esetben az állampolgárság megszerzését, tehát van egy erős beágyazottságuk a bevándorló közegben. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a bevándorló politikusok ezekben a akik előre jutnak és előrelépnek lépnek a ranglétrán ezekben a pártokban, jellemzően nem bevándorló minőségükben teszik ezt, vagy mondjuk, ha úgy tetszik, nem muszlim minőségükben. Tehát ha megnézzük a Rotterdami polgármestert, aki egy, egy marokkói ember, akkor azt látjuk, hogy ő Igazából egy balos pártvonalon erős politikus volt. Hollandiában egyébként a nagyvárosokban központból jelölik ki a polgármestert, nem helyben választják, és ennek megfelelően igazából ő ott. Meg, ott, ott politikailag gyökeret tudott tereszteni. Ő, ugyanakkor ő az, aki nagyon keményen kikelt az integrálódni nem tudó marokkóiak ellen, és nagyon keresetlen szavakkal zavart őket haza. Ugye hasonlóképpen mondjuk Londonban Sadik aki polgármester, azt látjuk, hogy ő egy alkoholt fogyasztó LMBTQ felvonulásokon résztvevő pakisztáni muszlim, ami hát ez már így elve furán hangzik. Tehát, tehát neki ott pakisztáni muszlimként nem sok keresnivalója lenne se a kocsmában, a feleségének fejkendőt kéne hordani, és, és pláne nem kéne egy jelen rendezvényen feltűnnie. Ő sokkal inkább egy multikulturális, liberális metropolisnak a multikulti polgármestere, semmint mint egy muszlim karakter. Láttam egy videót, nem tudom, hogy mennyi a valóság alapja, de ahol egy radikális muszlim beszélt arról, hogy amikor egy muszlim, egy teikfej identitásában erős muszlim megérkezik Európában, akkor ő a baloldalra fog szavazni, a baloldali pártokra, mert hogy a baloldali pártoknál kevesebb az identitás, mint mondjuk egy konzervatív jobboldali pártban. Mennyire valós ez a kép, hogy mondjuk egy radikális muszlim is akár inkább balra szavaz le, mint jobbra? Ez, ez, erre azért néz válaszolni, mert erre kevés felmérés van. Általánosságban azt lehet látni, hogy a bevándorlóknak, és így a muszlimoknak a politikai aktivitásuk alacsonyabb. Ezeken a bevándorlóknak, a környékeken alacsonyabb mindenhol szinte a választásokon való részvétel, mint a többségi társadalom által lakott környékeken. Az is tény és való, hogy egy muszlimnak, vagy egy vallását komolyan vevő muszlimnak sokkal inkább a keresztény demokratákra kellene szavaznia, mint a baloldalra, hiszen alapértékeikben ez mégiscsak, csak közelebb áll egymáshoz. Hogy ezen kívül ki miért szavaz, erre, na ezért erre nagyon nehéz válaszolni, és igazából nincsenek erre kifejezett mintázatok. Itt általánosságban azt lehet mondani, hogy a baloldaltól több kedvezményt kapnak a bevándorlók, és akkor oda szavaznak mennyire jellemző az, hogy mondjuk egy ilyen, tegyük fel a társadalomnak egy ilyen 6-7 százalékát adó kisebbség reprezentálja magát az országgyűlés, vagy a parlamentben, a helyi ilyen kormányzatokban. Ugye elmitetted már a Rotterdami polgármestert, London polgármestert, ugye a Skótoknál és a Nemzeti Pártnak a vezetője egy bevándorló hátterű ember. Mennyire felülreprezentáltak ezek a kisebbségek? Itt azt látjuk, hogy az önkormányzatokban, tehát helyi szinten nagyjából arányaikban vannak jelen a helyi döntéshozásban, az országos politikában viszont mindenhol az arányuk alatt vannak. Ennek számos oka van, tehát részben az, hogy azért a politika azért országos network szintjén működik, egy már eresztett pártnak a dinamikája az más, mint egy helyi önkormányzati. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ezek a párt, ezek a bevándorlók ő nem nagyon tudnak etnikai alapon szerveződni. Tehát ö, elsősorban ők már a létező politikába csoportosulnak, ö, próbálnak becsatornázódni, és látjuk azt, hogy az elmúlt időszakban vagy elmúlt évtizedekben számtalan párt alapult Nyugat-Európában, és jellemzően ezek az érdektelenségbe süllyedtek, még a saját lakókörnyékükön is, egyszerűen azért, mert egy hétköznapi muszlim számára a baloldali önkormányzat vagy egy baloldali politikus több Anyagilag is értelmezhető javat tud kínálni, mint egy frissen alakult muszlim párt, hiszen el tudja intézni, hogy rendben legyen a közvilágítás, az iparűzési adóhoz több köze van, mint egy friss muszlim pártnak. Tehát inkább arra fog szavazni, nem egy saját pártjára. Nem beszélve arról, hogy a devándorlók és a muszlimok is nagyon-nagyon megosztottak. Mi kívülről homogén masszának látjuk őket, ők belülről nagyon is tudják, hogy mi egymás között a különbség. Tehát, hogyha tegyük fel egy Palesztin Berlinben alapít egy muszlim pártot, akkor a berlini törökök biztos, hogy nem fognak rá szavazni, mert miért szavaznának, de a marokkóiak sem fognak rá szavazni, ha csak nem éppen egy olyan marokkói családról van szó, akinek jár rendszeresen az éttermébe. Ez a palesztin ember, de összességében a vallás az nem lesz mobilizáló erő, ezt mutatják legalábbis a számok. Egyetlen kivétel volt eddig Európa történetében, ez Hollandiában a Denk párt, ami úgy tört elő, ez egy bevándorló párt, egyébként török állami hátszéllel működve, ami azért tudott eljutni az 5%-ig, mert hogy a szocialisták lenullázták magukat különböző botrányokkal, és akkor a parlagon maradt bevándorló szavazatok, jellemzően marokkói kise és török szavazatok, a denkbe csoportosultak, de azt látjuk, hogy ahogy egy telt múlt az idő, a legutóbbi választásokon a dengnek is lefeleződött a támogatottsága, pusztán azért, mert a szocialisták és a zöldek összeszedték magukat, és oda csatornázódtak vissza a bevándorló szavazatok. Igen, abszolút téged támasztal le, hogy például könyvetében ilyen statisztika, hogy a muszlimok aránya e, Ausztriában 6,9%, -a, a parlament pedig 0%-a képviseltük. Nyilván ezt téged támasztal le, és még hasonló adatok is, mindenkinek ajánlom, hogy el a könyvet. Ugye amikor megindult a migráció, akkor sokan mondták azt, hogy igazából ez egy tervezett dolog, és hogy igazából a céljuk az, hogy meghódítsák Európát, és ez egyfajta dzsihád Európa ellen. Te erről mit gondolsz? Én azt látom, hogy valóban vannak olyan hangok, tehát akik ezt erősítik, ezek jellemzően, itt kétféle hang van. Az egyik például, az állami szereplők, tehát Törökországnál azt látjuk, hogy komoly diaszpóra politikát folytat, és Törökország a maga török-európai diaszpóráit próbálja szervezni, és Tayyip Erdogán elnöknek is voltak ilyen botrányosabb kijelentései, hogy a mecsetek az ő kaszárnyáik, meg a minareteik az ő nem tudom micsodáik, Tehát van valóban ilyen dolog, de azt látjuk, hogy a törökök azok jellemzően azért, meg a török diaszpórán túl nem nagyon tudnak terjeszkedni. És vannak valóban olyan radikális, Ö, imámok, vagy vallástudók, ha úgy tetszik, akik ezt hangoztatják. Náluk viszont azt kell látni, hogyha megnézzük, hogy ők kicsodák, és milyen támogatottságuk van, akkor azt látjuk, hogy éppen azért tudnak az, az iszlám nevében nyilatkozni, mert valójában nincs konkrét támogatói bázisuk. Éppen ezért, mivel nincs tétje a dolognak, nem sértenek olyan érdekeket, nagy hanguk lehet, mert nincs tétje az ő követőikre nézve, hiszen kevés követőjük van, ezért tudnak ilyen botrányos kijelentéseket tenni. Ha viszont megnézzük az bevándorlók szintjén ezt a kérdést, akkor azt látjuk, mindenféle statisztika alapján, mindenféle interjú alapján, de akár személyes tapasztalat alapján is, hiszen volt szerencsém, azt mondanám, sok száz különböző bevándorlóval beszélni már különböző európai és kibocsátó országokban, hogy a gazdasági érdekek dominálnak. Tehát egy egyszerű hétköznapi tunéziai, szíriai, afgán, ő megélni akar. Ő pénzt akar keresni Európában, és haza akarja küldeni a pénzét, illetve gyűjteni annyi pénzt, hogy utána magát valamilyen módon megalapozza. Az ilyen elvont ideológiai szint nem jellemző általánosságban. Ugye az IDF, az izraeli védelmi erők tett közzét pár hónap egy olyan képet, ahol amikor éppen a gázába jártak, akkor a Hamas egyik bázisán találtak egy fotót, ahol az eiffel a teteje az egy ilyen, kicsit ilyen minaret nem is tudom, uh -huh. mi lett alakítva. Ide kapcsolódik a kérdés, hogy hogyan hatott az október 7-i esemény a bevándorlók és az őslonos lakosság életére, hiszen hallottunk, hogy Németországban talán meg 80 vagy 70 százalékkal nőtt az atizamit a bűncselekmények száma. Igen, nagy növekedés volt az antiszemita bűncselekmények számában, nem csak Németországban, de mondhatjuk, hogy minden nyugat-európai országban. Ugyanígy egyébként a október 7-ét követően számos mecsetet is megrongáltak különböző országokban, mert egyszerűen felfokozott volt a hangulat. Azt látjuk, hogy a legtöbb nyugat-európai kormány, a britet leszámítva egyébként, megpróbált fellépni a tüntetésekkel szemben. Tehát Franciaországban például a palesztin párti tüntetéseket eseti alapon engedélyezik, Németországban is próbálták ezt az elején kontroll alatt tartani. Nagy-Britannia az, ahol például Londonban 300 ezer ember vorult az utcára, több alkalommal már egyébként, és minden szombaton vannak tüntetések a palesztinok mellett. Ezt is egyébként jellemzően azért ottani balos szervezetek szervezik, nem feltétlenül muszlimok, és ha megnézzük az etnikai összetételét a résztvevőknek, akkor is azt látjuk, hogy nagyon vegyes. Tehát, hogy itt nem csak egy muszlim, nem muszlim kérdésről van szó, hiszen az eleve a palesztin izraeli konfliktusnak az interpretációja, köszönhető különböző palesztin párti lobby szervezeteknek, amelyek a második intifáda óta aktívak Nyugat-Európában 2001 óta, ez ilyen általános humanitárius apartheid megközelítésbe van beletuszakolva, Úgyhogy minél több embert megszólítson. Ugyanakkor a többségi társadalmaknál és a muszlimoknak a viszonyánál azt látjuk, hogy egy átlagos ember úgy a hétköznapi boldogulásában érdekelt. Tehát azt látjuk, hogy a kezdetekben is a tüntetéseken, meg azóta is azok mennek oda, akiknek úgy igazából ez benne van, a konf, belefél a komfortzónájukba. Tehát nem látjuk például azt, hogy Németországban törököknek a tízezrei, százezrei tüntetnének a palesztinok mellett, tegyük hozzá, hogy a török állam támogatja a palesztinokat, Gázában és Cisziordániában is, a török kormány komoly diaszpóra politikát folytat Németországban, tehát adná magát, hogy akkor a török kormány szervezésében, vagy különböző szervezésében százezres, tízezres tüntetések legyenek Gáza mellett, de nem történik, egyszerűen azért, mert a török kormánynak ez stratégiailag nem érdekel, és a török diaszpórák lehet, hogy együtt éreznek a palesztinokkal, de igazából inkább végzik a dolgukat és foglalkoznak a maguk dolgával, mint hogy emiatt kivonuljanak az utcára. Tehát itt azt látjuk, hogy nem, tehát a legtöbb bevándorló nem vállal emiatt különösebben kockázatot, akik az viszont problematikus, és ez nagyon nagy gond, hogy különböző radikális hangok, mint például akik az elmúlt hetekben felvonultak Hamburgban, itt a Hezbut Tahrirnak egy utószerzetéről van szó, tehát egy radikális, kevés követővel rendelkező, de nagy hangú közösségi médiában erős ö, szervezetről, a Muslim Interaktívról, ők tudják tematizálni ezt a kérdéskört. Tehát ők azt mondják, hogy a, palesztin-izraeli konfliktus, az elnyomó és az elnyomotnak a harca, minden muszlimnak kötelessége harcolni az elnyomó ellen, egyébként pedig a muszlimok el vannak nyomva az iszlamofób Európában. Tehát ez egy nagyon veszélyes üzenet, és például a legutóbb hozzávetőleg ezer résztvevővel felvonuló iszlamisták Hamburgban Valójában nem képeznek társadalmi bázist, különösen, hogy ezek az iszlamisták ott Dániából, Hollandiából, Belgiumból és Észak-Németországból érkeztek, tehát itt most legalább négy ország iszlamistáiról van szó, akik ott összegyűltek Hamburban, de az üzenetük, amit a közösségi médián, gázai események apropóján sugároznak, az nagyon ártalmas az Európában élő muszlim fiatalok integrációja szempontjából. Mi a jellemzőbb egyébként? Én nekem vannak németországi ismerőseim, és ők arról számolták be, hogy ő, amikor ők találkoztak, hogy egy barátságot ütöttek egy muszlimmal, ő általában olyan muszlim volt, akinek lazult az identitása, ivott, drogozott, stb. Nyilván lehet, hogy azért, mert nyilván ezek a muszlimok kö jobban közelednek az őshonos társadalmakhoz. Tehát mi a jellemző az, hogy radikálissá válnak, vagy az, hogy fellazul az identitások, és így isznak, drogoznak, és az iszlámtól eléggé eltérnek. Itt nem csak ez a két szélsőség van, tehát nem csak az iszik, drogozik, vagy iszlamista lesz és felrobbantja magát, vagy megszurkál egy ártatlan embert, hanem itt van az a nagy és széles sáv, aki igazából kulturálisan muszlim, tehát, hogy ő vagy imádkozik, vagy nem, vagy tartja a ramadánt, vagy nem, Névleg muszlim, mert hogy ilyen környékeken lakik, és van egy általános kultúra, meg egy iszlám kultúra, ami már egyébként egy hibrid kultúra Európában, tehát ezek nem képezik le tökéletesen az anyaországok mintázatát. De a, és nagy általánosságban azt látjuk, hogy az európai fogyasztói társadalomnak van egy nagy erős, nagyon erős vonzereje. Tehát például a németségnek, a franciaságnak, mint olyannak kisebb a vonzereje, mint az európai életmódnak általában. Tehát azt látjuk, hogy az Európában élő muszlimoknak a nagy része bekapcsolódik a fogyasztói társadalomba, névlegesen muszlim marad és éli az életét, ami egyébként, ha megnézzük a belső diskurzusát a muszlimoknak, vagy a különböző belső diskurzusokat, mert rengeteg van, párhuzamosan ezt legalább sőt nagyobb problémaként élik meg, mint a radikalizálódást, ami azért kisebb közösségeket érint, és sokkal kisebb arányban van jelen, de az valóban igaz, hogy ha viszont radikalizálódik valaki, akkor az súlyos veszélyt jelent az európai társadalmakra, és egyébként még a saját bevándorló közegére is. Ugye a könyvetekben írhatok arról, hogy mennyivel másabb a családjuk ezekben a nógózónákban, ezekben a bevándorlók által lakott homogén körzetekben, mennyire tartják be a befogadó országok törvényeit ezek a bevándorló hátterű személyek ezekben a nógózónákban, különösen a családjog területén? A családjog az, tehát több vetülete van a dolognak, tehát itt van a formális és az informális része. Tehát ha két bevándorló Európa, mondjuk két szomáliai Svédországban össze akar házasodni, mert hogy szeretnének ez alapján támogatást felvenni, vagy gyerektámogatást igénybe venni, vagy bármi ilyen, akkor szükségszerűen a helyi jog szerint történik. Viszont az a kérdés, hogy akkor hogy jutnak el a házasságig. Az viszont már egy informális kapcsolatrendszeren keresztül történik. Sok esetben egyébként az anyaországból hoznak valakit, sok esetben az a, a migrációnak egyfajta módja az elrendezett házasság. Sok esetben ezek tehát elrendezett házasságok, amikor két család leboltolja egymással, hogy a fiatalokat összeadják, adott esetben unokatestvérházasság, hiszen ne felejtsük el, hogy Európán kívül szinte mindenhol elfogadott az unokatestvérházasság, és ilyen módon ez a migrációnak egyfajta módja lehet, különösen egyébként a konfliktusövezetekből, ahol ilyen módon próbálják maguk után a már Európában lévők az otthon maradtakat. Azt látjuk ugyanakkor, hogy különböző államok különböző módon állnak az ehhez a fajta informalitáshoz, vagy általában az informalitáshoz. Tehát például Nagy-Britanniában van hagyománya a békebíróknak. Tehát hogy azért, hogy tehermentesítsék az állami bíróságokat, vannak civil közvetítőirodák, vannak rabbik, vannak, vannak ö, ö, Egyházi emberek, papok, adott esetben, akik a békebíróknak a szerepét vállalják, tehát a közösségeknek a tagjai oda mennek hozzájuk bajos ügyekkel, akkor ők ott leközvetítik a békét, és ne, akkor nem kell bíróságra menni. Nagy-Britanniában természetesen ilyen módon vannak sejkek is, akik, akik vallási alapon a muszlimok számára ezt a lehetőséget felkínálják. Németországban, ahol minden sokkal központosítottabb, nagyon is botrányos dolog az, hogy mondjuk libanoni nagycsaládok egy libanoni békebíróhoz mennek el egy mondjuk Neuköllnben, Berlinben, és nem a bírósághoz fordulnak. Tehát itt az formalitás és informalitás és a jognak a kérdése az minden adott országban specifikus, és azt is látni kell, hogy a Többségi társadalom törvényének, vagy az állam törvényeinek a betartása, vagy nem betartása az jellemzően megint csak társadalmi osztályfüggő és bevándorló csoport csoportfüggő. Tehát, ha a már említett irániakról van szó, akkor azt látjuk, hogy nem igazán vannak jelen a börtönökben, más, mert hogy hát kevésbé akadnak össze a törvényjel, más bevándorló csoportok pedig nagyobb arányban vannak jelen, de ez megint tágabb kérdéskör, hogy ez miért van, jellemzően társadalmi okokra vezethető vissza, osztálybeli okokra vezethető vissza. Sokan mondják leginkább a baloldali médiában azt, hogy az csak egy propaganda, hogy az arányokhoz képest több bűncselekményt követnek el a bevándorló hátterű fiatalok, emberek. Mi az igazság? Hát, ha általánosságban veszük alapul, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, aránya, ha a bevándorlókat egy nagy homogén tömbként kezeljük, akkor azt mondjuk, hogy több bűncselekményt követnek el, mint a többségi társadalomnak a tagjai. Ha közelebbről nézzük meg, akkor lehet persze árnyalni ezt a képet. Számos magyarázata van, tehát gondoljunk arra, hogy a bevándorlók jellemzően egy fiatalabb demográfiát képeznek. Hát a legtöbb bűncselekményt, erőszakos bűncselekményt, vagyonelleni bűncselekményt 16 és 29 év közötti elkövetők követik el. Egyszerűen azért, mert ez az a korosztály, amikor balhésabbak a fiatalok, hát a bevándorlóknál sokkal nagyobb ez a társadalmi csoport, mint a többség társadalomnál, ami mindenhol előrekezik Tehát innentől kezdve ez is egy alapvetés, hogy emiatt is több a bűncselekmény, de akkor ott van még a többi vetület is, hogyha valaki egy olyan ország egy tekintélyelvű kultúrából érkezik, és Európában a liberális jogrend nem állítja ilyen szigorú korlátok közé, mint az, ahol ő szocializálódott, akkor ezt gyengeségként is értelmezheti, és könnyebben áthághatja szabályokat. Ugyanakkor, ha, ha megint csak lebontjuk etnikai alapon, akkor, és bevándorló közösségek alapján, akkor azt mondhatjuk, hogy vannak problémásabb, és vannak kevésbé problémás közösségek, de általában azért a statisztikák azt mutatják, hogy igen, a bevándorlókhoz több bűncselekmény kötődik arányaiban. Ugye azért az iszlám egy nagyon erős identitással rendelkező vallás, ezt lehet jelenteni, hogyha ugye elvileg az Istenük állak megsegíti őket, akkor Miért kell kontinens váltaniuk és bevándorolniuk Európába ahhoz, hogy jobb életük legyen helyben? Ezt mi nem tudják jobban megoldani? Ezt hogyan tudják ezt a ellentmondást magukban megérvelni? Hát a legtöbb bevándorló, migráns, illegális migráns vagy legális migráns azért nem vallástudó. Tehát az ilyen kérdéskörrel nem nagyon foglalkozik. Hmm. Tehát, hogyha ezt egy személyes interpretációban veszük, akkor úgy is felfoghatják, mint ahogy fel is fogják, hogy Isten megsegíti őket abban, hogy jobb életet találjanak valahol. Hogyha egy iszlamistát kérdezel erről, akkor az azt fogja valószínűleg erre mondani, hogy azért nem, mert hogy hát a muszlim vezetők is korruptak, és letértek az egyetlen egy igaz isteni útról, és akkor ezért nem működik az iszlám világ, és ezért nem tudja a jogokat garantálni a polgárainak. Tehát erre számos válasz van, de azt mondanám, hogy általánosságban nem jutnak el ezekre a magaslatokra a bevándorlók, akik pedig igen, azok, azok, a személyes boldogulásukhoz kérnek segítséget allaktól. Az Euronews kérdésére, hogy hogyan lehet kezelni a németországi munkaerőhiányt, Robert Habeck, a gazdasági miniszter azt válaszolta, hogy először is bevándorlásra van szükség, ez egyáltalán nem új felismerés, ez nem egy 2015-ös interjú, nem, ez most egy-két hónapja jelent meg. Ténylegesen segítette egyébként az európai gazdaságot, az európai Európa világ politikai szerepének növelését a migráció, vagy azáltal, hogy egyébként bejöttek ők, gazdaságra lehet, hogy jól látunk, vagy jobb, jobb lett Európának, viszont társadalmilag elkezdtünk széthullani. Hát ö, több vetülete van a problémának, és különböző országban, különböző korszakokban ez máshogy nézett ki. Tehát ö, Európában elsősorban az 50-es, 60-as években munkaerőként érkeztek a harmadik világból ö, emberek, volt gyarmatokról, illetve államközi munkaerőkölcsönzési szerződések keretében, szükség volt a munkájukra. Majd aztán jött a 73-as olajválság nyomában járó gazdasági válság, akkor már kevésbé volt szükség a, ö, problémá, a munkájukra. A bevándorlás, mint a munkaerőhiány kezelésének egy módja, nem az ördögtől való, nem probléma az igazából, hogyha emberek dolgozni érkeznek. Az a probléma, amit, amit Nyugat-Európa elkövetett egy komoly bűn akár a saját társadalmai vagy az európai kultúrával szemben, hogy tömegesen adott állampolgárságokat, és engedélyezte a családegyesítést olyan emberek és olyan tömegek számára is, akik nem álltak készen erre, mert nem álltak az integrációnak ezen a fokán. Tehát nagyon jó Szingapurban, és a lakosság fele külföldi, az araböböl országokban 80% adott esetben Katar, az Emirátusok esetén külföldi, nagyon jó el és nem fenyegetik a a befogadó ország kultúráját, mert ha fenyegetni próbálnák, azonnal hazaküldenék őket, ha valaki ott születik, az sem kap állampolgárságot, tiszta egy ilyen tiszta dílőről van szó, emberek mennek, dolgoznak, majd hazamennek, amikor nincs szükség a szolgáltatásukra. Nyugat-Európában legalábbis a történelmi tapasztalatok szerint, aki megérkezik, egy idő után állampolgár lehet, innentől kezdve az, ami sokan egy gazdasági problémaként kereteznek, hogy hát a bevándorlás segíti a gazdaságot, tehát valóban segíti, csak nem ezen a módon. Tehát ö, azzal semmi gond nem lenne, hogyha Európa hozna továbbra is ö, dolgos kezeket, akik aztán meghatározott idő múlva hazamennek. De nem ez történik. Akkor most így a beszélgetés egy személyesebb jellegű kérdés, ha nem muszájra válaszolni, ha nem szeretnéd. Ugye azért te nyilván egy bevándorló hátterű családból érkezik, hiszen a Szájfó név az Magyarországon nem annyira elterjedt. Mi a te családodnak a története, és hogy ugye a te életed valószínűleg azt mutatja, hogy lehet be, be, beilleszkedni a társadalomba? Itt megint csak a, hogy mikor, hányan, honnan, milyen körülmények között érkeztek ez a kérdés. Tehát ha most Franciaországban beszélgetnénk, akkor egészen más lenne a válaszom erre a kérdésre, mint amit most adok majd mindjárt neked. Tehát nekem édesapám egy klasszikus történet volt, aki 70-ben megérkezett Magyarországra, ösztöndíj keretében tanult, majd egyetemen tanított, és megismerte édesanyámat, és, meg, és itt maradt Magyarországon, egyébként Szíriából érkezett, egy szíriai muszlim családból, konzervatív családból, tehát nem vallásosan konzervatív, a konzervatív családból, de mivel édesapám számára a vallásos identitás nem volt fontos, a kulturális identitás igen, megtanította nekem az arab nyelvet, de nem zavarta azt, hogy reformátusnak, hogy reformátusnak lettem megkeresztelve, hogy és lett, hogy rekonfirmáltam, és húgom esetében sem zavarta ugyanez. Ez, tehát tegyük hozzá, hogy Debrecenben nőttem fel, eleve protestáns családból jöttem Magyarágról, tehát ott is ez egy tradíció volt, és egész Debrecenben nem volt más vegyes házasság, ha jól emlékszem, legalábbis az én gyerekkoromban azóta van. Tehát ez nem volt kérdés konkrétan, de valószínűleg más lett volna a helyzet, hogyha mondjuk nem diákként érkezik Magyarországról, hanem egyszerű munkásként, és mondjuk sok ezred magával telepednek meg Debrecennek egy részén, akkor valószínűleg ott más társadalmi helyzet lett volna, és más lett volna a gyerekkorom is. És egyébként apukád meg is őrizte végig a muszlim hitét? Kulturálisan muszlim, tehát nem imádkozik, fogyaszt alkoholt, eszik disznóhúst, gyakorlatilag magyar emberként éli az életét, de ha megkérdezel, akkor muszlimnak mondja magát. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezt a személyes példát is. Szájfó már köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.